Borsodabó Zemplin vármegyében március 18-tól visszavonásig tűzgyújtási tilalom volt érvényben, ami azt jelentette, hogy tilos volt tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt helyeken is. A tavaszias, száraz időjárás esetén a zöld hulladék égetés könnyen kiterjedt, szabadtéri tűzhöz vezethet, amely a természeti és az épített környezetet jelentősen veszélyezte. Ha valaki a saját kertjében, a szőlőjében, a telkén az összegyűjtött száraz növényeket el szeretné égetni, az csak akkor teheti meg, ha az adott településnek van erről szóló önkormányzati rendelete. Azonban az a szabály, miszerint tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, itt is érvényben van. Már a tűzgyújtás időpontjában álljon rendelkezésre a tűzoltáshoz szükséges eszköz, amely lehet akár vödörben, hordóban lévő víz, vagy kerti locsolócső. Az összegyűjtött zöld kizárólag az önkormányzati rendeletben meghatározott időben szabad elégetni. Ezt azonban nem minden önkormányzat engedi. Ahol az önkormányzat nem alkotott erről rendeletet, ott tilos a zöld hulladék égetés. Ez érvényes szerencsközi területére is. A szabadtéri tüzek gyakori kiváltó oka, az eldobott, még parázsló cigarettacsik. A tüzek megelőzése és a természetvédelme érdekében a csikkeket gyűjtsük össze és arra alkalmas hordozható tárolóba. Továbbá tábor Tüzet is csak a kijelölt tűzrakó helyen szabad gyújtani, és csak akkor, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt hetek csapadékos időjárásának köszönhetően megszűnt a tűzveszély, ezért március 18-tal a hatóság visszavonta a tűzgyújtási tilalmat megyénkben. Ennek ellenére is felhívják a lakosság és a gazdálkodók figyelmét, hogy a tilalom feloldását követően is elengedhetetlen a fokozott körültekintés. Hazánkban ugyanis az erdőtüzek többségét emberi mulasztás okozza.